Munkatapasztalatok egyébként viccen kívül, de nem egyszer engem egyébként mondták, hogy menjek inkább külföldbe, meg tényleg volt. Tényleg ilyenek is voltak, hogy mondták, hogy inkább az ad nekem jobb lenne, mert nem tudom, mert lehet, hogy azért majd hiszik, hogy én ilyen jobb helyzetben vagyok, holott most egyébként nekem sincs az a kamerám, meg az a mikrofon, szóval, amit tavaly például hoztuk, ezt a bulizást, mondom, sokaknak tetszett, meg azért angolul, németül, vagy bárhogy összerakni mindig egy vidit, azért az nagyon nem könnyű, így fárasztó. Mindegy, én már gyerekként is látjátok, sok kihívást tettek így elém, meg vettem, igazából én vettem ezeket a kihívásokat, nem volt, volt egyébként, hogy összetörtem benne nagyon, de itt is egyébként két dolog a külföldi munkatapasztalatban, leginkább ez a járványos dolog, hogy ott egyébként teljesen másfajta vírusok, mindenféle van, mint itthon, és hát igazából itt ebbe az év vége fele voltak a legdurvább ilyen járványos dolgok, szóval igen, amit így észrevettem, azért is volt az, hogy én se tudok nem mindennapi szinten hozni valamit, mert azért ez nagyon nehéz már a vágás, stb. 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 És akkor, hát mi történt eddig? Megjelent ez az új LPS kollekció, aminek nagyon örültem, hát itt nem lehet kapni, tudjátok, QR kódok vannak benne, meg minden nagyon tetszett, régi feelinget visszahozta, megjelentek ezek a sulis filmek, itt egyébként ezt is én említettem, ezt a furát, hogy voltam jobb nyelvcsoportokban, volt szerencsém, kipróbálom magam, hát most azt nem állítom, hogy lehet, hogy voltam jobb nyelvcsoportban, de hogy mennyire tudnék én angolul, tudok folyékonyan beszélni, de más nyelven semmit, tényleg keveseket. Pedig akartam a filliset is folytatni, a filli szériát, bemutatókat. Hát nagyjából ez a mondom járványos, amit a leginkább tartok külföldön, mástól annyira egyébként nem, mert itt már kétszer is tapasztaltuk mindenféle ilyen furcsa dolgok, hogy ilyen újfajta lálán legelősebb vírusok. Most ezt nem mondom, hogy új járvány, mint amit említettem, hogy a Covid, de érdekes, azért vannak érdekes dolgok mind a múltból, mind a jelenből, stb. Igen, aztán megkapom majd ezt az új kis Jack Skeltonos, lidérszimásos kis naplót, mert a bullet journalozás is hát sok éve tart nekem. És most idén egyébként már kettő bullet journalt is, mert már a YouTube-hoz is kell még egy füzet, mert most már olyan szinten fogom figyelni a YouTube dolgokat, hogy most már kell egy másik füzetet is elkezdenem, amiben csak külön a YouTube nézettségeket, stb. Számolom, meg hogy ki mennyire volt érdeklődés egy-egy videó felé. Aztán volt egy másik, és akkor lesz egy sima bullet journalom is, ezek így a jövő évi tervek, de most elköszönök tőletek, mert tényleg nem szeretnék már több ilyen komolyat most még ebben az évben. Szerettem volna ilyen régi bulizósat csinálni a kamerával, de hát nem tudok jelenleg, talán filmeket fogok mondom, most lehetséges, hogy ezek az iskolás filmek lesznek így toppon, vagy trendben, ami egyébként én mondom érthető, hiszen ez valahol egy jó irány, de hogy szakmát szeretnének az embereknek adni. Nyilván ez azért, mert ekkora nagy megélhetési dolgok vannak jelenleg itthon. Nos, köszönöm a figyelmet, és akkor majd találkozunk a kövibe. Sziasztok!